Az egyetlen kivetni való, hogy a hús egy kicsit rágós volt, ezért a ma estére Ádámnak ezért 9,75 pontot adok. Köszönöm szépen! Na, sziasztok! Hát... Google, hogy lejjebb! Igen? Egy nagyon kicsi. Jó! A sok! Hol a pálinkát, Simon? Még nem ittam meg! Na, a ma estére őszintén szóval egy az állattóvá dolgokat, ezt mind beváltotta. Egy 100%-os éjszakát hozott. Nagyon meg voltam elégedve a főtétellel, a körettel hozzá, a savanyúsággal, a borokkal, a desszerttel, úgyhogy én a ma estére adnék egy 10-est. Na, szóval, így jó? Benne vagyok? Na hát, meg kell mondani, hogy most az én szám íze szerint főztek nagyon abszolút. A mennyiség is elég volt, annyi, hogy a hús még, néha még rugott az a szegény láb, de amúgy teljesen finom volt. A 10 pontot magamnak tartogattam, de sajnos el kell lőnöm. 10 pont, 10 pont. Nos, a mai vacsorára hát többet fogok adni, mint a Simonnak, mert a Simoné okádék volt. Na jó, nem, jó volt az is. Ital az van bőven, kaja jó volt, a hús kicsit rágós. 9 pontot adok a legjobb banánomnak. Benne vagyok? Há, benne vagyok, jó van. Hát Muki, le a kalappa, nagyon finom volt. Nagyon finom volt az a pörkölte. Fú, nagyon eltaláltad az ízusztám. Egyetlen kivetni való volt vele, hogy a hús az nem főtt meg teljesen, de jó van, 5 órát ültél végig vele, meg lehet érteni, meg már mi is nagyon éhesek voltunk. Desszert is nagyon finom volt, nagyon területtem vele, és még le is csicsentem attól a 6 féle bortól, úgyhogy nagyon kitettél magadért, ezért megérdemel a 10 pontot.